Óriási sikere volt a budafoki pincejárat idei akciójának. Egy óra alatt az összes fesztivál kalapot elkapkodták. Tavaly évben nagyon nagy sikere volt a jégütőtasakunknak, és idén próbáltuk ezt egy kicsit felülmúlni, és úgy látszik, hogy sikerült is, mert nagyon népszerű volt a fesztivál kalapunk, amit minden egyes pincejárat helyszínünknél, borászatoknál lehetett kapni annak, aki egy üveg bort vásárol. Járt egy fesztivál kalap. A budafoki pincejárat több programmal is csatlakozott a fesztiválhoz. Nagyon népszerű volt a zenei tehetségkutató versenyünk, aminek az volt a fődíja, hogy fellépési lehetőséget lehetett nyerni a budafoki pezsgős borfesztiválon. És hát a nyertes a szombati napon fel is lépett, itt az Oroszlános udvaron, illetve a külön díjasunk is lehetőséget kapott a piac téren. Úgyhogy ők is nagyon boldogok voltak, és remélem azok is, akik végre itt is hallhatták őket élőben. Pincék ugyanúgy kinyitottak? A pincejárat helyszíneink ugyanúgy nyitva voltak, el lehetett látogatni a pincészetekhez, nagyon nagy is volt az érdeklődés erre, és ugyanúgy járt körbe az ingyenes kisbuszunk, ami elvitte az összes helyszínre azokat, akik szerettek volna egy kicsit belátni az autentikus pincevilágba. A pohárpontokon kihelyezett persejekbe dobhattak pénzadományokat, azok, akik a Törlei mauzóleum megmentését szerették volna támogatni. Ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk, és nagyon fontosnak mi is, hogy a Törlei mauzóleumot megóvjuk, és szerettünk volna hozzájárulni bornegyedként is ennek a támogatásához, és ezért a Bor és Pezsgő Fesztivál alatt a pohárpontokon elhelyeztünk urnákat, ahol lehet támogatni a Törlei mauzóleumnak az állag megóvását, illetve egy kisebb felújítási munkálatokat. És reméljük, hogy sokan így érzik, ahogy mi, és minél több apró pénz kerül majd ezekbe a persejekbe. Az októberi pincejárat rengeteg programmal és nyitott pincékkel várja a látogatókat. Újra várjuk az összes pincébe az ide látogatókat, pincesétákkal, borkostolókkal. Lesz még ebben a hónapban utoljára a helytörténeti sétánk. Most kettő indul a Magdolna udvarból, újra megtekintető lesz majd a Törlei mauzóleum is, és most a Katona Borházból is indul majd egy nagyon érdekes séta. És aki még nem járt a barlanglakásban, neki is érdemes eljönnie, mert október lesz az utolsó hónap ebben az évben, amikor még az is látogatható lesz. Részletes programkínálat a www.bornegyed.hu oldalon olvasható.